A mélyben látni, ahogy a csőből csobog a víz. A nagy hőség miatt a kamera optikája is bepárásodik. A Széchenyi lakótelepen történt csőtörés javításában ez jelenti az egyik nehézséget. A víz normál esetben akár 85 Celsius fokos is lehet, ami felforrósítja a gerincvezetéket. Ahhoz, hogy heggeszteni lehessen, előbb meg kell várni, hogy lehűljön. Tegnap 62 fokos volt még az akna, nem lehetett lemenni. Mára már 40 fokra lehűlt, és ugye hűtöttük, és le tudtunk menni, és lebontjuk a tetejét, és holnap megpróbáljuk meghegeszteni. Vasárnap délután kellett leállítani a meleg víz és a pótfűtés szolgáltatást a városrészen. Ekkor vették észre, hogy ereszt a Széchenyi lakótelepet ellátó gerincvezeték. Mindez mintegy 5000 lakást érint. Magát a hibát megtalálni sem egyszerű, mondják a szakemberek. Miután a melegvizet szállító rendszer egy vasbeton védőburakban fut, a víz nem ott tör fel, ahol a lyuk van. Szakaszonként kell bemérni a több száz méteres távolságot. Szerencséjük volt a szakembereknek, hiszen az egyik csatorna szem alatt lyukadt ki a cső. Az első vizsgálatok szerint minimum tenyérnyi nagyságban. A piros iskola mellett a buszmegállónál lezárták a munkaterületet, hogy fel tudják bontani a járdát. A mostani állapot szerint úgy néz ki, a holnapi napon fogjuk tudni a hibát elhárítani. Hát mostani terveink szerint ez egy ideiglenes javítás lesz azért, hogy minél előbb vissza lehessen adni a szolgáltatást, és majd a nyár folyamán a szükséges szakaszcserét is el fogjuk végezni. Tehát jelenleg azt tudom mondani, hogy várhatóan a szerdai napra vissza tudjuk kapcsolni a használati melegvízszolgáltatást a lakótelepen. A holnapi napon, ha valami még fölmerülne, akkor tudunk erről tájékoztatást adni. A cég ügyvezető igazgatója arra kéri a lakosságot, hogy ne használják a melegvizet adó csapot, hiszen az továbbra is működik, de hideg víz folyik rajta, meleg víz áron. A 400 mm-es acélcső közel 25 évvel ezelőtt volt felújítva, legutóbb 15 évvel ezelőtt volt hasonló leállás. Akkor is a gerincvezeték hibásodott meg, a városrészen akkor is le kellett állítani a melegvízszolgáltatást. Ahogyan 15 évvel ezelőtt, most is azt ígéri a szolgáltató, hogy napokon belül megjavítják a hibát.